Asszalámu alaikum, Sándor Gróf vagyok az Almond Warfare-ből. Ugye meg a Wartender a dev szerverével küzdik, és hát akinek úgy nem éjszakás melója van, azt talán még körbe is tudott nézni, addig szépen óvatosan besúnyogott a háttérben az Almond Warfare-be az arab éjszakák patch. Nekem az hangulatában nagyon tetszik, egy borzasztóan feelinges és nagyon jól elkapott patch. De ilyen gazdag arab világbeli háttérképünk van, szerintem ilyen kis ezer egy éjszakás nagyon bejön a sztori. Szerintem nézzük is meg az új Spec Ops missziókat, a Tier 9-es, T90-es elég sikeresen végig gyilkoltam. El Aris. Na, meg fogjuk őt nézni, aztán nézzük meg is, hogy a Tactic-nek a kinézete az eléggé megváltozott, elég ilyen nagy tér lett hirtelen. Széthúzták, kitágyították a rendszert. Picit máshogyan néznek ki a dolgok. Elég érdekes, a sima T-80-as azt kirakták, és a T-80B, ami a War Thunderben is már bent van. Hát ide 64A, 72-es Leo 2AV, hoppácska, itt nem kicsit lett átalakítva a tech-tri rendszer, azt kell mondjam. Elég fura ez az ág, valahogy nem így nézett ki. Maradjunk annyiba, hogy ez az ág nem így nézett ki. Oké, most én lényegében ott tartok, hogy a T-90-es gyúrok és megyek az armatára, mint megvan a Tier 10-es nyitó token. Hát Wolfinél nem nagyon vannak most érdekeltségeim, tehát Wolf gyakorlatilag a Revolution miatt. Műzöm, nyüstölöm, hátrom, de azért szerintem itt is vannak kisebb-nagyobb változások. Zhang Feng, ugye kínaiakkal menjünk tovább, és amint a kínaiaknak megvan a videója, egyenlőre elresztek adogatva mindegyik, aminek már van a videója, hogy legyen pénzem az armatára. Azért a több mint 30 millió kerétet kell a zsebből ki rántani hirtelen, de hamarján. Annak érdekében, hogy retrofitek is teljenek rá. Hát majdnem 25 millió, azt hiszem egy tűrtézestek? 22, hát 23, bocsánat. Szóval bő 30 millió. Palmáriából lehet Centurionról 105-öst fejleszteni, az olaszt. Oké, picit megváltozott a Tech Tree. Kivéve feledélyt, az maradt a töltelék dealer, ahogyan volt. A következő bemutató videója neki lesz mond egyébként. A 7-es kínaiak, a Type 96 állnak, ugye ő már azt lehet mondani, hogy rakéta besugárzási jelzőrendszerében, elektrooptikai felderítő rendszereiben, éjjellátójában, egyebekben, balisztikai komputerben, stb. A 99-nek a standardjait hozza. Egy viszonylag komoly gépezet. És ő még talán azt mondom, hogy páncélra is viszonylag rendben van, még ha megkapja az update-t a 9-es tankokhoz, még akkor is, ott már azért kezdhet elgyengülni a toronyfront, ott már azért a T-9-ben nagyon csúnya dolgok lövöldöznek, illetve a 8-asok közt is, akkor már 800 mm-es koporsószeg lőszere, úgyhogy egyebek mellett a premium kínainak. Nem páncélból kell megoldani a dolgokat, de önálló még talán olyan nagy gond nincs ezzel. Üdvözlöm benneket a valaha volt közel-keleten, most már a CI Security terület. Sebastiannak a legnagyobb érdekeltségi köre, aki ellen háborúzunk, ugye. Ha megtörjük ezeket a mocskos gangstereket, majd együtt összefogva fogunk itt harcolni. Tartsatok ki, fiaim, a győzelemig. The main target is the enemy's plant. Take up positions in the village and wait for a signal to attack. Mondd, az olajtelep lesz ott a fő célpont. Á, nem, mi nem az olajért háborúzunk egyébként, csak úgy... Szó sincs erről.
baromi jó a lövés effekt. A mély döndülés és hangja az ágyúnak, gyerekek, imádom. Nagyon nagyot változik az a játék patchenként egyébként. Azt. Hangjából érzed azt, hogy úgy nem is tudom, húzása van az ágyúdnak. Marra jó. Jó, most srácok, menjünk már, időre megy. Spec-hozban nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, a szem előtt éveztem, hogy időre kell mindent, de mindent csinálni. Sietve. Nagyon zseniális. Oké, ezen már nem kell keresgetni a részt a pajzson. Következően majd betöltjük a heatet. Akkor tudom, még hallani az ágyú hangot. Célzásmód nélkül is. Csak úgy pőrén. Gyors flank támadás, fő erőség a kínaiaknak. Ez mégse frontból mászunk bele, harcból arcba a botokba. Inkább oldalról. Ja, túl könnyen ment, legyetek óvatosak. Igen, mert csak így átadták ugye a harc nélkül a pontokat, és ez nem biztos, hogy egészséges. Fent van a drónunk. Hú! 718. Csak keményen és szigorúan, srácok. Hold the line! Már, mert bejöttünk középes, beszünk kerítve, tehát. Váltakozó irányokból jönnek majd a támadó hullámok. Mint hogy az ember azt van, el is várná. Jó keresni biztos nem fogunk egyébként, mert hatosok is vannak velünk, szóval a down tier az ebből a szempontból nem előnyös. Jó kis Buford. Fürge, hágyó, jó. De hová mész ott ember? Jó. Nyom a turbót, erre megjelenik az enemy. Egy M1 A1-es. Mondja, hogy elszabad nagyon nagyon csapattársamat, hogy közben az enemit se lőttem meg. This one's down. What the hell? És azt mondom, vonathang. Terminátor 2. A hőn szeretett. Ja igen, megjöttek a helik is, jaj, de jó.
Hát azért nagyon be van reaktívval a 7-es kínai úzó, úgyhogy nem nagyon kell a Type 96 nyergébe izgulnia. Azért a rakéták miatt. Köszönöm, hogy váltunk hitre, és akkor nyomjuk vissza az ellenséget. Ja, mit adom a pályát, most sikeresen eltévedtem. Akkor turbó. Chiptuningos turbós tank van. Bolond kínaiak. Vezetés technika vásárlóklub. T24 T90-nak. Egyébként ha nem a Cannon Bridge-en lenne meg, hanem már tudnék föltenni a tankjaim a fejlesztettebb autoloadert, akkor az a 843-as töltés, ez lemenne még lejjebb. Hát ezt elég könnyedén is. Maga biztosan hozzuk ismét. Egy hit lövedéke maradt, aztán nálunk vissza a szébóra. Nem minden szeretnék 8-as nyomogatni. Ez elég könnyen ment, és akkor most egy ilyen hatalmas fegyverraktárat találunk meg. Ez milyen érdekes kis raktár. Még várom, hogy átnézzem, hogy mit tárolnak itt. Hát amiket Douglas lehetett a CI elől. Igen, azok atombombák szerintem. Hát ugye a Tier 9-essel meg 10-essel azért nagyon szép milliós kereteket lehet hozni. Én a 9-essel mentem a 10-esek között, akkor pláne 1 millió fölött lehet ebből keresni. Ez most nagyon kicsi pénz lesz, mert Downtilt kaptunk, de itt van az arab éjszakák patch. Nagyon buli. Ez se szar, 420.000. Tactics tank. Premium on the Tactics tank, azt szerintem ez se szar. Még annyit megnézünk, itt a headquarterben vannak-e klános cuccok, és így van. Lehet nyomni klános kihívást is. Valábbis benn van a menübe, de ezek nem. Oké, akkor nincs. Maga az opció benn maradt hosszú távon a játékból, úgy néz ki, hogy 10-szeres szorzóval tudtok menni a klánatokkal. Az egy jó dolog, mindenféleképpen. Ez egy kis pesnót volt, hogy megkaptuk az arab éjszakákat. Még én is felezgetem fel benne a dolgokat, hogy azért mi merre, hány méter. Még azért nem mondja teljesen képben, meg a lootkétek közt is vannak újdonságok, ott is körül akarok nézni. Aztán haladunk majd tovább a kínaiakkal. Type 96 lesz a következő. Hát megjöttek az arab éjszakák. Aleikum szalám!